30 éve rendezték meg a Los Angeles-i olimpiát, sajnos nélkülünk. Több száz sportoló készült, sokan ekkor voltak életük csúcsformájában. Ma már elképzelhetetlen időket éltünk, hogy más ne mondjak, Kubában az olimpiai selejtezőt játszó női kosárlabda válogatottunk, akkor lépett pályára a döntő mérkőzésen az olimpiára való kijutásért, amikor Budapesten már megszületett a döntés, hogy nem utazunk. A lányok a pályán kiharcolták a továbbjutást, örömükben még az edzőt is feldobták a levegőbe, és fogalmuk sem volt róla, hogy boldogságuk hiába való. Cseppet sem túlzás, hogy emberi sorsok törtek ketté. A vonal túlsó felén, legalábbis remélem, hogy már ott van, egy fiatal újságíró, aki több mint egy esztendeje a Los Angeles-i bojkottal kell és fekszik, és nem sokára egy olyan könyvben foglalja majd össze a kutatásainak eredményét, amely remélhetően tabuk nélkül számol be a bojkotthoz vezető útról. Radványi Benedek újságírót szólítom. Halló! Halló, itt vagyok, köszöntöm a tisztelt rádióhallgatókat. Benedek, ha megengeded, akkor tegeződnénk, mert hiszen nagyon furcsa lenne, hogyha magáználak, mert el is mondom a hallgatóknak, hogy másfél évvel ezelőtt én vizsgáztattalak téged egy újságíró iskolában, amikor is a vizsgán említetted, hogy kutatod ezt a témát, majd azt mondtam, hogy ez annyira érdekes, hogy próbálj mélyebben mögé menni, és ha jól tudom, novemberben megjelenik a könyved erről az izgalmas témáról. Így van, a végfázisában jár már a könyv, előttem is most megnyitva a számítógépen, egyszerre 10 000 dokumentummal. Hány dokumentum? Hát nagyjából 10 szerintem van most egyszerre. Uh-huh. Éppen azt fésülöm össze, hogy kiben milyen hatást váltott ki az, amikor megtudta, hogy nem megy az olimpiára, nem mehet az olimpiára. Hát ezek közül az egyik Stefanie Gertrud, világbajnok vívó, akit meg fogunk szólaltatni néhány perc múlva. Tőled viszont azt szeretném megtudni, hogy ugye 1984 címmel ismerünk már egy világhírű könyvet, de vajon a te 1984 című könyved mennyire lesz Orwelli? Hát az írója ugye nem Orwelli, de sötét időszak volt, sötét korszak, vagy sötét napok voltak, azok talán ez a legjobb kifejezés. Amikor Magyarországon ment a húzavona, hogy menjünk, ne menjünk, illetve hát menni akartunk, csak éppen hát ezt a szovjet elvtársak kevésbé gondolták így. De a sportolókat nagyon sokáig, hát az ő szavukat használom, ahogy nekem mondták, ügyítették azzal, hogy ott leszünk az olimpián, és hát csak hogy mondjuk Kocsis Ferencet a 80-ban aranyérmes birkózót idézem, Kádár János, te is jött a tatai edzőtáborban még április végén, és igen, az mindenkit, de az összes sportvezető valahol értető szinten is nyugtatta a sportolókat, hogy ne álljanak le az edzésekkel. Tehát azért itt álljunk meg egy pillanatra, tehát 1984 április végén vagyunk, és Kádár János lemegy a tatai edzőtáborba. Igen, legalábbis ezt állítja a Kocsis Ferenc. Hát akkor nyilván így volt. De hogy nem is csak, hogy Kádár, már hogy nyilván hogy a legprominensebb személyiség volt, legalábbis volt akkor, de hogy az OTS-el vezetője, bizonyos Buda István, aki a Magyar Olimpiai Bizottságának volt, és hát küzdött akért, hogy ott legyünk, és nyugtatta is a sportolókat, meg napokkal a döntés előtt. Tegyük tisztába, a kutatásaid eredményeképpen a sportvezetők, és itt Schmidt Pált, aki akkor főtitkár volt, Buda Istvánt, aki az OTSH elnöke volt, említhetjük, valóban küzdöttek azért, hogy menjünk? Valóban erre elég sok jel van, ugye látni, tudni kell, hogy a román csapat ott volt az olimpián. Hát igen, ez nagyon fájdalmas. A könyvben, hogy minden fejetet lesz majd a könyvben, hogy hogyan és miért is lehettek ott. És gyakorlatilag ugyanazt akartunk elérni, mint a románok, és viszonylag a határon mozogtak a sportvezetőink, illetve mozogtak azok, akik megpróbáltak közben járni, még Kádárnál is, meggyőző őt arról, hogy mondjon nemet a szovjeteknek, hát Ceausescu nemet mondott, Kádár ezt nem merte meglépni. Ennek azért, azért voltak indokai egyébként, ami egy bizonyos szempontból, sajnos azt, hogy mondjam, még érthetőek is. Amit most elárulsz, vagy inkább megtartod a könyvbe? Hát mindent nem fog elárulni, de az a baj, hogy közepesen bonyolult csak ez a kérdés. Tehát igazából gazdasági okai voltak. Uh-huh. Ha nagyon egyszerűsítve akarom mondani annak, hogy nem mertünk. De érdekes. Nem akart több frontot nyitni Kádár. Benedek, úgy tudom, hogy beszéltél legalább 50 sportolóval. Ha egyetlen egy sportolót és egyetlen egy sportolónak a drámáját kellene kiválasztanod, akkor melyiket választanád? Húha, nehéz kérdést tettél fel, de említetted a kosarasokat, az például egy érdekes téma, de mondjuk
most éppen előttem van Komáromi Tibor, birkózó, aki 88-ban volt csak emiatt olimpián, és ott csak ezüstérmet tudott szerezni. Idézőjelbe tegyük azért az ezüst, ja, hogy csak. De igen. Ő mondta így. Uh-huh. És ő például beköltözött a népszülője aljában lévő munkásszálló hotelba, távol a családjától, hogy minél többet tudjon edzéssel tölteni, így már reggel 6-kor is gyújt, és még este 10-kor is futott, mert hogy az utazási időt megnyerte. Most ez csak egy példa nagyjából 60-ból, akikkel beszéltem, de hát mondjuk el azt is, hogy voltak olyan sportolónők, akik abortuszt hajtottak végre, azért, hogy... Hát ez döbbenetes információ, ezt Stefanek Gertrudtól meg fogom kérdezni, hogy erről tud-e valamit, esetleg neki is volt-e ilyen csapattársa. Benedek, köszönöm szépen, azt megígérhetem, hogy visszatérünk majd erre a nagyon-nagyon izgalmas kutatásra. Egyetlen egy mondatot várnék tőled, akár egy szót is, vagy egy rövid mondatot. Lehet-e 30 év távlatából tabuk nélkül, és valóban őszintén mindent feltárva beszélni az akkori eseményekről? Lehet, és azért küzdünk. Egy-egy szó, amikor elhangzik, hogy most épp nevet nem említenék, de ezek azért nem a legsúlyosabb témák. Köszönöm szépen, Radványi Benedek újságírót hallottuk, az 1984 a Bojkott olimpiája című könyv szerzőjét. A könyv várhatóan novemberben jelenik meg. Köszönöm szépen! Én köszönöm. 114, 115, 116. 117 perc. Jó utat mindazoknak, akik az autóban hallgatnak bennünket. 117 perc, Harle Tamás vagyok, ez itt a Civil Rádió. Egy hallatlanul izgalmas tévával foglalkoztunk az imént, Radványi Benedek újságíró könyvével, készülő könyvével, amely az 1984-es olimpiai bojkottról szól. Ebben Benedek nem csak kutatásokat végzett, hanem beszélt sok olyan sportolóval, akik nem lehettek ott ezen az olimpián. Egyik közülük fantasztikus nagy vívónk, világbajnok vívónk, Stefanek Gertrud, aki, ha minden igaz, a vonal túlsó végén várja a kérdéseimet. Halló! Így van, sok szeretettel üdvözöllek téged és a kedves hallgatókat is. Szervusz, nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Annyit elárulhatok ugye a hallgatóknak, hogy amikor megbeszéltük ezt az interjút, akkor azt kérted, hogy semmit ne beszéljünk meg előre, mert hogy te szereted a rögtönzést, és ezen nem csodálkozom, mert egy vívó azért az riposztozni tudjon. Tulajdonképpen nem kívánok semmiféle riposztot, tehát visszavágást tenni ebben az ügyben, hiszen sajnos már annyi idő eltelt, hogy nem is áll módomban, de az élmény az azért az egész életemet végig fogja kísérni, ez a negatív élmény, hogy mi akkor nem maradtunk a 84-es Los Angeles-i olimpiáról. Mielőtt megkérdeznélek, hogy egy kicsit segíts nekünk visszakalandozni azokra az időkre, hogy hogyan készültetek. Benedek használta ezt a szót, hogyan hülyítették a sportolókat, és aztán hogy ért benneteket a hír. De mindenek előtt hagyd kérdezek rá valami döbbenetesre, amit Benedek mondott nekem. És talán te, mint nő, a nő, sportoló nő társaiddal kapcsolatban, természetesen név nélkül esetleg tudsz hasonlóról. Azt mondja Benedek, hogy többen abortuszra mentek, hogy ott tudjanak lenni az olimpián, megint csak sokan tudatosan nem akkor vállaltak gyereket. Ilyen esetekről tudsz-e? Hát őszintén szólva természetesen nem adhatom ki egyik sporttársamnak a nevét sem, de igen sok olyan sportoló volt az én környezetemben is, aki fölé rendelte az ilyen nagy világeseményt a gyerekvállalásnak, és sajnos volt olyan sporttársam is, akinek aztán a későbbiekben nem is született babája. Hát ez az igazi tragédia. Ez az igazi tragédia. Igen, ez akkoriban azért hatalmas kiugrási lehetőség volt mindenki számára az élsport, és azért rengeteget tettünk is azért, hogy odaérjünk a csúcsra. Nem meglepő, hogy ilyeneket is tapasztalt, hallott az ember. Hála Istennek én nem tartozom ezek közé, a sportolónők közé, de azért el kell, hogy mondjam, hogy pontosan az olimpiai évében, ugye a szokásos évközi nagy versenyeken indultunk, és én pont februárban részt vettem Németországban egy nagy gyakorlatilag Grand Slam tornán. Igen, igen. Kell ezt most mondani.
És egy világkupa versenyen. Így van, világkupa versenyen, most a tenisz bűvéletében élek. Igen. Ez független ettől. És ott nagyon csúnyán lesérültem, egy külső bokaszalag szakadást szenvedtem, aminek az lett a következménye, hogy föl is zsupoltak azonnal egy repülőgépre, és hazaszállítottak, hogy minél előbb meg lehessen műteni. Ez meg is történt, na most ez azt jelentette, hogy hát azonnal bepánikoltam, hogy Úristen, elvész az olimpia. Olimpiával, és kétszeres energiával, emlékszem még rá, akkor nem voltak ilyen könnyített gipszek. Igen. Ezért a jobb lábamon volt ez a teljesen talptól térdig, igen, ez a nehéz gipsz. És úgy jártam le edzésre, hogy egy zsámolynak a tetejét a bal lábam alá tettük, hogy elérjük azt a magasságot. A vívó magasságodat. Így van. És akkor vívó állásban azért a kezemet használva a mesteremmel dolgoztam, és a gipsz levétele után pedig ilyen heroikus küzdelem, hogy az a 6 héten keresztül fönt lévő gipsz, amit levett az én izmomból, gyakorlatilag egy lábszár csont volt. Így van. Zéro izommal, és iszonyatos elánnal küzdöttem azért, hogy ezt visszaszerezzem, hiszen ott lebegett előttem a nagy cél, hogy erről én nem maradhatok le. Gertrud, emlékszel-e a napra, vagy a percre, amikor bejelentették, hol voltatok, hol voltál, ki mondta meg? Én úgy emlékszem rá, hogy a sportcsarnokban voltunk, és már elkezdődött az olimpiai felkészülő edzőtábor, és ott Kulcsár Győző falfehér arccal azt közölte, hogy a felsőbb vezetés döntése értelmében úgy tűnik, hogy a magyarok, vagyis mi nem veszünk részt ezen az olimpián, a személyes biztonságuk nincs biztonságuk. Ha, igen, ezt mondták, igen. Hogyha kiutazunk Los Angelesbe, és akkor ez... Én teljesen így emlékszem erre, majd utána, hát ezt senki nem hitte el. Tehát függetlenül attól, hogy én még ilyen állapotban a Győzőt nem láttam, magánkívül zöld arccal és remegve közölte ezt a társasággal. Ennek ellenére mi fölmentünk a mátrázai edzőtábor. Ezután. Folytattuk a munkát, hiszen azt mondjuk, hogy jó, hát most ez, valaki biztos mondta ezt, vagy... Tehát nem is gondoltunk abba bele, és mondtuk, hogy ez nem lehet igaz, ez kizár dolog, hogy ez tényé váljon, ez biztos, hogy majd valahogy vissza fogják vonni ezt a döntést, és készültünk tovább, és fönt voltunk éppen Mátraházán, amikor is a pont lazító edzés volt a Gyöngyösi strandon, és akkor jött a hír, hogy gyerekek, mi tényleg nem utazunk az olimpiára. Ez volt május 16. Ez volt május 16, és akkor ott ültünk, én még mindig nem akartam hinni a fülemnek, és csak annyit láttam, hogy Gerevics Pali, akkori sporttársam fölállt, és azt mondta, hogy na szervusztok. És azzal a lendülettel hazautazott, és soha többé nem vette a kardot a kezébe. Hát most mondhatnám, hogy ez végszónak is jó volt, de végszónak is rossz volt. Viszont az időnk lejárt. Stefanek Gertrudot, világbajnok, nagyszerű vívónkat hallottuk. Külön köszönet neked, hogy rendelkezésre álltál, és felelevenítetted nekünk ezeket a szomorú hónapokat. Köszönöm szépen, és kívánok neked most már a magánéletben nagyon sok sikert és boldogságot. Köszönöm szépen a megkeresést is, és további szép napot kívánok mindenkinek. Minden jót kívánunk. 114, 115, 116, 117 perc.